A kvantummechanika alapjai. 6. rész. Az elektron állapotai az atomban. A kvantummechanika egyik alapvető megállapítása, hogy az atom elektronjainak stabil állapotai álló hullámoknak felelnek meg, és ezek energiája adja a diszkrét energiaszinteket. Az elektron hullámfüggvényének atombeli eloszlása azonban nem ábrázolható olyan egyszerűen, mint ahogy ezt a szemléltető ábra mutatja. Az egyenesmenti álló hullámok szerkezetét jól jellemzik a csomópontok és a duzzadóhelyek. Ha egy húron megadjuk a duzzadóhelyek számát, azzal meghatároztuk azt is, melyik álló hullámról beszélünk. Az atomnak körül az elektron 3 dimenzióban mozog, így az álló hullám állapotokat térben kell kiszámolni és megjeleníteni. A hullámfüggvény amplitúdóját az ábrázolt felhő fényessége, rezgési fázisát a színe mutatja meg. A térbeli szerkezetet vagy síkok menti metszéssel, vagy az elektronfelhő forgatásával lehet bemutatni. A sok lehetséges álló hullám állapot közül kettőt láthatunk itt. A három térdimenzió miatt az elektron állapota három számmal jellemezhető, melyeket kvantumszámoknak hívunk. Ezek szokásos elnevezése N a fő kvantumszám, L a mellék kvantumszám, M a mágneses kvantumszám. A kvantumszámok lehetséges értékeit a Schrödinger egyenletből határozták meg. Az, hogy érvényes kombinációikra szigorú szabályok vonatkoznak, alapvető hatással van az atomok energiaszerkezetére és kémiai tulajdonságaira. Nézzük meg, milyen az elektronfelhők eloszlása, ha a fő kvantumszám változik, de a mellék és mágneses kvantumszámok értéke nulla. Láthatjuk, hogy a hullámfüggvény egyre nagyobb sugarakig jut el, és N növekedtével egyre több sötét kör, vagyis térben gömb jelenik meg az ábrán. Most nézzük meg, hogyan változik az elektronfelhő alakja, ha a mellék kvantumszámot változtatjuk, miközben M nulla marad. Láthatóan L megváltoztatása elrontja az eddigi forgás szimmetriát. Ennek oka az, hogy ha L nagyobb, mint nulla, akkor az elektronfelhőnek perdülete is van az atomnak körül. Végül nézzük meg, hogy rögzített N és L értékre milyen hatással van az M mágneses kvantumszám változása. Itt már annyira összetettek a struktúrák, hogy nehéz pár szóval jellemezni a változásokat. Az itt bemutatott három kvantumszám leírja az elektronfelhő eloszlását. Ezen felül az elektronnak van egy saját jellemzője is, a spin, melynek hatása nem látszik ezeken a hullámábrákon. Az erre jellemző spin kvantumszámmal együtt 4 adatunk van. Ezek együttese fogja meghatározni egy elektron állapotát az atomon belül.